Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás, ezúttal megtekintjük azt, hogy mi javul a párkapcsolatban, vagy mit tudsz javítani ezen a helyzeten, hogyan változnak a dolgok, mind ez a gyertya mágiával. A videó végén átküldöm az energiát, és abban a pillanatban, ha eszedbe jut egy szó, annak van egy jelentősége, és ha gondolod, leírhatod a kommentárba. Ez egy általános jóslás, viszont megvan a lehetőség, hogy kérd ezt a jóslást, hogyan alakulnak a dolgok, mi javul a párkapcsolatban. A díja, mint mindig, minden jóslásnál 4000 forint. Itt látható ez a torony. Ő fogva érzi magát ebben a toronyban, mert vannak félelmek, bizonytalanságok, szűkös a helyzet. Különösen, ami a munkát és a hivatást illeti, ezt jelenti itt ez a horgony. Itt ez a medve jelentheti az ő élet erejét, hogy a munkába kell befektetnie az erejét, lehet, hogy fáradt vagy kimerült, de ez a medve jelentheti az ő főnökét is. Mivel itt szűkös a helyzet, itt vannak elvárások, úgy érzi a munkahelyén magát, minthogyha kihasználnák, nincs elismerés. Ez a helyzet kicsit betegíti őt. Az is lehet, hogy tényleg beteg, vagy ezen a területen dolgozik. De lesz változás, hiszen ez a kislány jelenti az új irányt, a lehetőségeket, azt is, hogy kilép ebből a helyzetből, megvan a vidámsága, a könnyűség. Mindez ki fog hatni a párkapcsolatra, hiszen itt látható a szerelem, a vonzalom kettőtök között, a nap megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit, és ő szeretne látni téged. Sőt, itt van a nyilvánosság, lehet, hogy összefuttok a nyilvánosságon, vagy meghív téged, és találkoztok egy bizonyos helyen, felvállal téged a nyilvánosságon. Itt a horgony ebben az esetben jelenti azt, hogy nálad le tud horgonyozni, és itt van a szerencse. Azon kívül a csillagkép utal a sors utakra, mert minden úgy alakul, ahogy a csillagképekben ez meg van írva. Itt vannak egészségügyi problémák, de javul a helyzet, a munkahelyén nem érzi jól magát, az is lehet, hogy nem jön jól ki a főnökével, keres egy új irányt, lehet, hogy keres egy új munkahelyet, viszont ami a szerelmet illeti, itt van a szerencse, a szerelem, a vonzalom, sőt a nyilvánosság is. Hogy jobban alakuljanak a dolgok, hogy legyen változás, több szerencse, különösen a szerelemben, ezért most átküldöm ennek a gyertyának az energiáját, és figyelj oda, hogy melyik szó jut eszedbe, mert ennek van egy jelentősége. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender rám!